egyforma a feje. Ennek szagránt aztán beült a búra alá. Olyan szép göndör lett a haja, mint a barát kulina. Jaj, ne is mondja, hogy az milyen szép egy ember. Voltunk az urammal a koncertjén 20-án. Na és milyen volt a koncert? Azt nem tudom, mert otthon hagytam a hallókészülékemet. De szép volt a pali, azt láttam. Ezeknek a megszorításoknak is van ám előnye, mert az ember 10 fok, megszabadul néhány kilótól. Így van, a szomszédom 85 kilótól szabadult meg egyszerre. És azt hogy csinálta? Kidobta a férjét. Képzeljék, most jövök a szépség szalomból. És zárva volt. Most nézem, hogy maga milyen szép, milyen jól tartja magát, még így a klimax után is. Köszönöm, csak a pajzsomat kell kiszedetnem havonta, mert különben összekevernek a férjemmel. De legalább a mellünk az igazi, nem olyan szilikon bűziti, mint a mostani lányoknak. Így van, most olvastam az újságban, hogy 10 év múlva ez már férje felszereltség lesz. Mégsem. Úgy erős van, lányok. Igen, megint tombolnak a hormonok. Nálunk meg ott van tüzelnek a kutyák. Hát a magának mindig a tüzelés itt az eszébe. Jaj, hát már maga meg olyan bűvös, ha légitársaság lenne, Frigidel lenne a neve. Azt írja az újság, hogy a jó szexen 12 perc kell. Összesen? Igen. Nekünk megvan egy év alatt. Én meg amióta lefekvés előtt kikapcsolom a telefonot, azt mondják rám, hogy pucsol érhetetlen vagyok az ágyban. Én azt kaptam az uraktól egy okos telefon, de arra mindig tudom, hogy a kiét hívják. Az én férjem is általak a szomszédba költöljön. Kérdezte a szomszéd, milyen kell, Samsung vagy Nokia? Nem, Kolbász. Kolbász költöm kell. Hát, a Sarika is megtette az első lépést a vállás felé. Hogy? Ügyvédet fogadod? Dehogy, megnőtt. Hallották a szabadásból esetet? Ó, igen, ször. Az én uramnak is volt amikor egy vadászból esetet. Hogy? Hát rosszul lőtték meg a vaddisznót, és az úgy felingeredett, hogy elkezdte őket kergetni egészen a klasszra a kocsmáig. Aztán meg nem engedte ki őket. És nem féltek? Ő rajta, hogy nem. Hajnali szabosan vártak jönni. Azt hallottam a boltban, hogy magát szemben rajta kapta a tuda a Gilbert. Hajjá, azt ne is mondja. Szegény ilyetében ki akar tudrani az ablakon. De mondtam neki, hogy baj, zászak tart. Az én uram is sosem találtál mozgó célpontot. Nekem csak a régen elmondjának volna esélye. Jó régen. Képzelni, azt kérdezte tőlem a Jenő, hogy nincs-e kedve már menni Tahitinak. Azt mondta, hogy az odautatálja. Ez a Jenő. Én meg megkértem a férjemet, hogy vigyen el valami drága helyre. Hát elhitt a gyógyszertárba. Azt mondta, ez a legdrágább hely a környéket. Az az igazi luxus mondatosság. Mi is ünnepeltünk a múltkor az urammal, kérdezte, hogy mire ígyünk. Gyógyszerre, nem? Én meg olyan kíváncsi vagyok a jövőre. Úgy szeretnék elmenni egy jó szülőt. Csak azt nem tudom, hogy tenyérgyós lehet, vagy borulatul vagy. Szerintem tenyérgyós, mert tenyérre legalább van. Képzeljék, tegnap leestem a létrára. Úristen, és lesz valami baja? Á, dehogy lesz. Képzeljék, tegnap leestem a létráról. Én meg vettem a múltkor egy pólót, azt van rájuk, hogy balett vagyok. Tudnám, mi kellünk rajta 19.000 forintot. Hallották, Pesten bevezetik a dugódíjat. Ó, az itteni testület is behozhat rá ezt a döntést. Egyből több lenne a konyhakért. Na igen, és a vízsek kutyádban többet? Maguk tudják, hogy valójában milyen a házasság? Olyan, mint a Hortobágyi déli bár. A szávolyban nyárfák, tehenek látszanak. Aztán, amikor közeled,